szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint az Ultimate General Civil War. Annak ugye, ennek volt a játéknak az előzménye, az Ultimate General Gettysburg. Elég sokat játszottam vele, de sajnos már nem Steamen, bár Steamen is megvásároltam annak idején, hogy kifejezzem tiszteletemet az egyik általam legtöbbre becsült Total War modder iránt, aki Darth Vader névre hallgat, ugye ez az ő agyszüleménye. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó mesterséges intelligencia fejlesztő volt a Total War modok terén. Sajnálatos módon a TA úgy érezte, hogy őre nincs szükség a Total War játékokban, pedig felajánlotta, hogy szívesen dolgozna a Total War játékok fejlesztésén. Hát mivel ezt a cél elutasította, így saját projektbe kezdett, és ugye olyan támogatói táborral, mint Darth Vader, azért lássuk be, hogy egy idő után, ha nem, ugye nem adta föl, és eljutottunk odáig, hogy talán az egyik legjobb és legrégebben várt játékmechanikát ültette át a saját elképzelései szerint a játékiparba. A Gettysburg nagyon érdekes alkotás volt, én sokat játszottam vele. Kiváló elgondolások voltak benne, az irányítással voltak gondjaim. Na most megjelent a második rész, az már egy kicsit tovább dolgozott, és egy ilyen kampányszerű alkotás, ugye a Gettysburg az egy csatára volt kihegyezve 3 napjára. Itt már azért olyan Blitzkrieg stílusú kampányt is kaptunk, ami azt jelenti, hogy van egy főcsata, és azt kiegészítve még két, egy könnyebb és egy akár nehezebb csatát is bevállalhatunk a nagy csata előtt. Ez csak rajtunk múlik, de érdemes ugye mind a két kisebb csatát lejátszani a zsákmányért, tapasztalatért, pénzért, emberanyagért, hasonlók. Na, nem húznám a szót. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik a kampány. A játék elején alapból kiválaszthatjuk, hogy milyen vonalon szeretnénk mozogni, ez befolyásolja ez a döntésünk azt, hogy milyen tapasztalatokkal indulunk a kampányban. Hát taktikus, stratéga vagy logisztikus előképzettséget szerezhetünk West Pointban. Én általában stratégiára szoktam menni, ez ugye embere válogatja, én gyalogságot szoktam választani, és itt, na hát itt van az, hogy miből szeretnénk jobban élni, a politika az több emberanyagot jelent, a biznisz ugye több pénzt, ugye az army az pedig azt jelenti, hogy azért kicsit tapasztaltabbak leszünk, de nehézségi szint, ja hát ugye választhatunk oldalt, ugye konfederáció vagy unió, ugye kezdhetünk századosként. Bocsánat, az ezredes. Kicsit el vagyok itt tévedve. Hát én a közepet szoktam választani. Ugye itt beírjuk a nevünket, itt láthatjuk az alapadatokat. Ugye ez a itt a létrehozott név fog szerepelni a játékban. A vezérként. Ugye mi testesítjük meg a vezéregységet majd. Na hát az első pályára dob be minket, kapásból nincsen lacafaca, nem látjuk a kampánytérképet. Gyorsan bemutatnám nagyjából a mechanikáját a játéknak. Ugye minden csata előtt nagyjából ad nekünk egy ilyen ismertetőt, hogy mire számítsunk. A játék maga tényleg nagyon érdekes. Ha megnézitek, akkor igazából ez a régi stílusú RTS. Egy ilyen elég szépen megjelenített taktikai térképen kell a csapatokat mozgatnunk. Minden behatással van a csapatokra, a tereptárgyak, tehát itt nyomon lehet követni mindent. Hogyha nézitek, hogy ott például a cover azt jelenti, hogy mennyire van fedezékben egy adott egység. Hú, micsoda sortüzet kaptak. Ugye mindennek befolyása van a csapatokra, de tényleg mindennek. Tehát
legkisebb tereptájt is befolyásolja azt, hogy milyen módosítókkal küzd egy adott csapat. Oké. Ugye befolyásolja az is, hogy látnak-e minket, vagy befolyásolja azt is, hogy látnak-e minket az adott szituációban, aztán tényleg milyen fedezéket nyújt az adott terep. Szóval tényleg mindent. Nagyon jó ötlet, most is megállítom egy picit. Hoppá, rosszul állítottam meg. Ja, itt van a gyorsító része. Majd lehet váltani nézetet is, azt is befogom, itt van ez a kicsit ilyen madártávlati nézet, meg van a hagyományos stratégiai nézet. Szóval, nagyjából ami a lényeg a játéknak, ugye megkapjuk a vezérünket. Ő igazából ugye a morált biztosítja a csapatoknak, megfelelő közelségben van. Ugye vannak az előcsatározóink, itt is láthatjátok, hogy hogyha a vezér közelében van, akkor a morál fent van. Ugye itt láthatjátok a covernél, hogy folyamvaló átkelésnél is módosítókat kap. Ez folyamatosan változik, ugye, ahogy mozgatjátok a seregtestet. Itt is lehet látni, ugye, hogy az erdőben való bujkálás mennyi mindent biztosít. Jelenleg alfa verzióban van a játék, úgyhogy folyamatosan fejlődik. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon. Hogy mondják, innovatív fejlesztés. Mindenre nem fogok kitérni. Lényeg az, hogy elképesztő mennyiségű lehetőség fog majd bekerülni. Vagy hogyha nem is fog több bekerülni, akkor nagyon jól kijátszható lesz, hogy például leválaszthatunk az ezredeinkről előcsatározókat, akiket utána külön kezelhetünk, ugyanúgy visszarendelhetjük. Tehát nagyon odafigyel Darth Vader arra, nem tudom pontosan a polgári nevét, de úgy tudom, hogy van görög, Nikolász talán. Tehát nagyon odafigyelt arra, hogy történelmi kutatással kezdje magát a fejlesztést. A vezérünkre azért illik figyelni. Ugye itt, ami a lényeg, az, hogy az előcsatározókat nagyon gyorsan próbáljuk meg megsemmisíteni. Ugye itt az előbb, amikor elmagyarázta nekünk, hogy milyen harchelyzetbe kerülünk, akkor ugye itt erősítést küldenek az unionisták az erődbe. Nekünk ezt kell megakadályoznunk, ott is mennek, ugye rendkívül jó spot rendszer van beépítve, legalábbis nekem eddig nincs vele bajom. Ugye itt láthatátok, hogy kiírta, hogy hadifoglyokat ejtettünk. A hadifoglyok azért számítanak, mert a végén kiválthatjuk vele a mi hadifoglyainkat, ha esetleg vannak, vagy pénzt szerezhetünk belőle. A rendes utánpótlás rendszer van, ami elképesztően jól működik, szerintem. Van, majd hogyha megmutatom a kampány térképet, akkor meg fogjátok látni, hogy mire gondoltam. Szerintem jól működik. Vezért sose felejtsétek el közelebb húzni. Igen, kétféle irányítási lehetőség van, ugye rákattintva az egységre, ugyanúgy, mint majdnem mind a Total War-okban, itt kijelölhetjük neki a helyét, és hogy milyen gyorsan haladjon. Vagy van a klasszikus, ugye a Generalból ismert, vagy hát a Gettysburgból ismert nyíl húzása nevű. Én csak úgy hívom, hogy a nyíl húzása gomb. És már látjátok, hogy megkaptuk az erősítésünket. Itt jön a supply, tehát az ellátmány. Ezt közel kell tartani a csapatokhoz, ezek töltik újra a lőszert és minden ilyesmit. Megpróbáljuk azt is harcra kényszeríteni azt a másik ezredet, vagy zászlóaljat. Ezek inkább ezredeknek felelnek meg, majd meg fogjátok látni a kampány térképen, hogy miért mondom ezt. Nem biztos, hogy sikerül, de megpróbáljuk. Úgy látszik, hogy sikerülni fog. A hangok nagyon-nagyon-nagyon jó minőségűek, tényleg csak jó tudok elmondani, nagyon szép, gyönyörű hangokat építettek be. Ugye most nem tudom, hogy azóta Darth Vaderre kidolgozik együtt,
Mióta a Total War Centerről, vagy a Total War Centerre nem követem a munkásságát, így csak a játékaiból tájékozódok. Szerintem nagyon jól megcsinálta ezt a, az egész történelmi hátterét a játéknak. A Gettysburg-el se volt ilyen gond. Ott szerintem egy kicsit az irányítással voltak problémák. Itt már nem, van, amikor nem is kell használnom ezt a nyílhúzásos rendszert, tehát ezt, hogyha így a balegérrel így húzzátok, akkor pontos útvonalat jelölhettek ki. De én most nagyon ráéreztem erre, hogy simán csak a helyükre, az én taktikai elgondolásaim szerint a helyükre húzom, vagy irányítom a csapatokat, és nem kell a, ezt a húzó mozgást alkalmaznom. A morál az rendkívül jól megvan oldva, tehát hogyha összeomlik a morál, akkor a csapatok hátrálnak, visszatérnek. Az utánpótlást is jól mozgatja a gép. Igen, a legnagyobb, szerintem a legnagyobb előnye ennek a játéknak az a mesterséges intelligencia. Szerintem nem sok olyan játékot láttam, ami így kezelni a gépi egységeket. Ugye ez a játék is majd multiban lesz szerintem megfelelően azért kiértékelhető. Megpróbálok majd összehozni egy multis bemutatót is, amint elérhető lesz ez a része a játéknak. Fantasztikus tényleg, nem tudok mást mondani rá. Elképesztő. Eddig csak jót tudtam. Jó, persze 0.68-as korai verzió, így még biztos, hogy lesznek javítások, mert vannak bugok. Nem azt mondom, hogy nincsenek, minden játékban vannak, de Darth Vader személye és korábbi múltja szerintem garancia arra, hogy az ilyen ebben a játékban is elérünk majd arra a szintre, hogy zökkenőmentesen tudunk majd játszani vele. A sortüzek kiválók, ez a maximum egyébként, ahol ráközelítetek. Nézzük meg ezt a másik nézetet. Na, így van igazi csatatér érzete ennek az egésznek. De azért most nézzük kicsit madártávlatból ezt az egészet. A mini térkép az szerintem jó, elfér, bár én le fogom venni majd egy idővel, hogyha lehet. Aztán mi van még? Ugye vannak ezek a kis ikonok, hát ezeket is megpróbálom majd levenni, hogyha kell, a írok Darth Vadernek is. Szokott ilyenekre figyelni, hogy a kezelőfelületet is rendkívül jól testre szabja. Itt azt hiszem bemutatunk egy rohamot, mert ez itt morál zuhanást láttam, amikor villognak a kis ikonok fehéren, ha akárcsak a totálórokban, akkor itt is egy roham. Lassan be kéne vonni itt is egységet. Nagyszerű. Inkább lőjünk. De a lovasság levadásza az egységet. Igen, kiírjanak, mindent kiír a játék, tájékoztat benneteket mindenről. Szóval, hogy milyen állapotban van éppen az adott csapat, hogyha oldaltámadást kap. Nagyon figyel a gépi intelligencia, elképesztően odafigyel arra, hogy hogyan mozgassa a csapatokat, és mindig a legkisebb rosszat választja a megoldásként. Már ez az egység már teljesen kimerült, itt láthatjátok, hogy a kondícióját szinte nullára redukálta az eddigi csata, harc tevékenység. És így az erősítésnek küldött uniós csapatokat teljesen felszámoltuk, szinte megsemmisítő vereséget mértünk rá, ott már ágyúzzák a mi csapatainkat is. Ilyenkor érdemes egy rohammal megpróbálkozni. Ugye van külön futás, parancs, ami nélkül azért ebben a játékban nem nagyon boldogulunk. Ugye, hogyha kiadjuk a futás parancsot, akkor nagyon figyeljünk arra, hogy a kondíció vészesen lecsökken. Na, akkor meg támadjunk. A szupli az, ahogy mundájkálva szoktuk. Igen, elnézést kérek, itt szeretném megköszönni drága jó szponzoromnak, hogy idő előtt rendelkezésemre bocsátotta a játékot.
mert önélkül ez a videó nem valósulhatna meg. Majd kompenzálom valami, valahogy. Na. Itt jön a szupli, ugye ez egy társzekér. Megvan a megfelelő feltöltöttsége, ez a kis zöldes szürke csík. És ugye, hogy majd a kampány térképen meg fogom mutatni, hogy hogy lehet ezt feltölteni, meg hogy lehet használni, mert nagyon érdekes a használata is. Hát támadjunk, igazából itt sok mindenre már nem kell figyelnünk, szinte teljesen lépre csaltuk az erősítést, magyarul megmondva. Szóval nagyjából erről szól a játék, mozgás, manőverezés, harc, hosszú kimerítő harcok is vannak. De tényleg, azok az igazán idegörlő, hogy most mi lesz, úristen, mi lesz. És vannak nagyon idegtépő harcok a játékban. Én elvittem már egy darabig, majd meg fogom mutatni, reményeim szerint az összes pályát be fogom tudni mutatni, de vagyis missziót, ugye ebben kis csaták vannak. Hát támadjunk. A kimerült egység nem tud rohamozni, az ott megáll egy helyben, ott a nulla kondícióval. Lovasság az nagyon tud. És vissza is verték a rohamunkat. Szerencsére annyira nincs megtörve ez az egység még, hogy ne tudna visszatérni majd a harcba. Jó, hát ott az ágyukat sikeresen elfoglaltuk. Ez fontos a későbbiekben. Másik ágyukat is. Még ez a főtér már miénk, de jobb, hogyha... Most hát az erőd már ugye el szerintem. Nagyon rámegy a szuplinak a zsákmányolására, de megpróbáljuk megakadályozni. Igazából az már egy futó egység, menekülnek. De a szuplit vészesen közel vinni az ilyen visszavonuló kis egységek, ez az bűn. Mert a gép nagyon könnyen elfoglalja. Ugye vannak kis taktikai zászlócskák, amik mutatják, hogy hol helyezhetünk el csapatokat az erőd falán, tehát nem nekünk kell körülményesen felállítgatni. Tehát, hogyha így rákattintunk, akkor az egység oda fog állni. Igen, megnyertük. Ez volt a bevezető kis csata, és most jön a védelem, hogy tapasztaljuk meg a védelmet is. Na most a védelem az sokkal nehezebb, mint a támadás, szerintem. Jelenleg. Nem is azért, én a támadást szeretem, de tényleg marha nehéz. Itt már látjátok, hogy azért vannak is hajók is, amiket le kell lövöldözni, mielőtt ideérne a támadó sereg. Az ágyuk töltése egyelőre automatikus, tehát ez úgy van, hogy ha távolról lőnek, vagy távolra lőnek, akkor ugye a úgynevezett single shotot használják, ugye a Gettysburgből, viszont ha közelebb ér mondjuk egy gyalogos egységre lőnek, és sima ágyunk van, akkor értelemszerűen kartácsra váltanak. A howitzereknél ugye robbanó lövedék jön be, szóval minden ágyunknak megvan az, hogy milyen lövedéket lő közelebbi egységekre és távolabbiakra. Nem nekünk kell kijelölgetni, mint a Gettysburgben. Itt már jönnek az előcsatározói az Uniónak. Az idő az számít. Általában ugye itt látjátok a jobb felső sarokban, hogy mi a cél, és hogy mennyi idő, míg eléritek ezt a célt. Ugye háromféle végeredmény lehet. Az alapján kaptok majd a kampányban ugye javadalmakat, úgymond. Tapasztalatot, pénzt, emberanyagot, ilyesmi. Ami fontos még, az az, hogy ugye hadifoglyokat lehet ejteni, azt már láttátok, zsákmányolni lehet. Jó, megjött az erősítés, a lovasságom az már beérkezett. Ugye az előző támadásból ennyien maradtak. Nem kell nagyon a lovasságot ebben a csatában bevonni, mert nagy
veszteségek után ugye annál nehezebb lesz majd feltölteni az egységet. De lehet zsákmányolni a fegyvereket, az ellenség csapatainak a fegyvereit el lehet venni tőlük, és azt később eladni, vagy esetleg a saját csapatainkat felszerelni vele. Szóval ez jól működik. Kicsit közelebb visszük azért a lovasságot, hogy lássuk, mi történik itt a folyónál. Elég nagy alakulatok fognak beérkezni, úgy emlékszem. Marha jó az ágyúzás. Ez a játék ugye, ez a régi gyerekkorunknak az élményét adja vissza. Ezek a Playmobil meg mindenféle kis játékkatonák élményét, de nagyon komoly intelligenciával és játékmechanikával megspékelve. Tényleg az a fajta játék, ami csak az igazi hardcore stratégiáknak való. Nem a szépségről, meg nem a... Igazából nem a szépségről szól ez a játék, ez egy hangulatjáték. Egy elég komoly mesterséges intelligenciával és tartalommal megspékelve. És remélem, hogy Darth Vader olyan karriert tud befutni ezen a játékok által, hogy esetleg olyan korokat is le fog majd tenni az asztalra ezekkel a motorokkal, vagy ezzel a játékmotorral, amit én őszintén szólva nagyon várok. Mert ez a játék képes szerintem arra, aki ott a cukli, azt gyorsan is foglaljuk. Az ellenségnek az utánpótlását szerintem elfoglalni elsődleges, vagy hát elkapni elsődleges feladatunk, és meg kell tennünk mindenképpen. Az ágyukat levágni, vannak benne gyönyörű halállovaglások, és már támadnak is. Kíváncsi vagyok, hogy vissza tudjuk-e verni őket. Itt már azért át kéne állni az ágyúzásból. A hajókat is meg kell vernünk. Ezt a csatát az egyébként nagyon nehéz. Igen, elfoglaltuk, jó? Nagyon nehéz abszolválni ezt az ütközetet, de itt már jön nekünk is erősítésünk. Egy gyorsan küldjünk is az erődbe. A mesterséges intelligencia rendkívül jól működik, ezt láthatjátok. Leggyengébb ponton tör be. Nem lacafacázik. Én erről az ágyúzásról át is állok gyorsan. A vezér az magától is tud manőverezni, mindig a legjobb helyet próbálja megkeresni. Jaj, ne menjetek el olyan messzire, légy szíves. A lovasság közben itt indokolatlanul veszteségeket szenved. Sajnos a figyelem megosztása az ezt eredményezi. Próbáljuk gyorsan azt az ágyút még levágni. Jó, gyertek vissza ide a csatába, fiúk. Talán sikerül. 400 ember tart felénk, de szerintem sikerülni fog. Igen, gyorsan húzzunk is el, mert nagy veszteségeket fogunk itt szenvedni. Jön az erősítésünk. Jön az utánpótlásunk. Úgyhogy ez a csata jelenleg zsebben érződik. Ezzel visszaállunk még a hajóra. Jó, az egy 100 lovas sikerült megmenekíteni. Igen, és ebből a bekerítésből szerintem már nem fogja tudni kivonni magát, de meglátjuk. És már ott is elvonulnak. Betörtek ott az erődbe rendesen. Lőjük őket mindennel, amink van. Hoppá, oldalmenetből kaptak el. Nagyon ez, azért mutatom meg ezt, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit csináltok a harcmezőn. Ebben a játékban még nekem is meg kell állítani a csatákat. Ezeket hátulról kaptuk el, ez sok esélyük nem maradt.
Tehát itt ilyen oldalmenetben elkapnak egy egységet, vége. Nem azt mondom, hogy teljesen összeomlik, de hatalmas veszteségeket fog szenvedni. És nem fogja túlélni a csatát, hogyha ilyen könnyelműen mozgatjátok, vagy mozgatom. Jó, ezeket is sikerült megtörni ágyútűzzel. Lőjük ezt a nagyobb gyalogos alakulatot. Ott az is sikerült, hogy átállíthatjuk. Lovassággal megpróbálom a menekülőket fogjuk lejteni. Minden szuplit bejuttatunk az erődbe. Nagyon hosszúra elhúzódó csata ez. Mert ez az ellenség nem fogja feladni, az ellenség. Az a hajó az még lődhet, de sok vizet már nem zavar, de átállítjuk rá megint az üteget. Jó, oké, elkaptuk őket. Ez rendkívül jó. Talán nem lesz belőle gond, hogy csak a lovassággal harcolunk ott. Ezeket még egy kicsit mozgatjuk. Hatalmas alakulatok szerep fognak majd megjelenni. Két-két-három ezres gyalogezredek, hadosztályok, hadtestek. Szóval minden, ami ennek a kornak az ismérve volt. Oké, szupli. Bejuttatjuk. Automatikusan használják fel az egységek. De a szupli is mozog magától, tehát hogyha valaki jön feléje, ellenséges csapat, akkor azt az intelligencia, mesterséges intelligencia leköveti a mozgást. Figyeljetek már, lőjétek a hajót. Jajaj, ezt most elnyomtam. Ugye az ütegnek a helyén kell maradnia. Ugye itt már aztán rajtatok múlik, hogyha megtörtétek a támadást, hogy milyen óvatos eszközökkel morzsoljátok föl. Látjátok, mozog ez magától, össze-vissza még. Ez lehet, hogy még bug. Szóval még javulni fog. Megint egy flanked, tehát oldaltámadást kapott az egység. Szépen fel kell állni. Aztán Isten nevébe. Ezt már nem tudom támadni, de... Látjátok, hogy itt már azért kicsit másfajta lövedékkel tüzel a csapatokra az ágyú, az üteg. Itt már nagyon óvatosan kell eljárni, minimális veszteségekre kell törekedni. A lovasság az üldözés közben is veszteségeket szenved, úgyhogy térjünk velük vissza. Ez az egység már szerintem nem fog beavatkozni a csatában érdemben. De elfoglaljuk ezt a magaslati pontot, hogy lássuk, hogyha esetleg mégis. Itt úgy látom, hogy újra fognak rendeződni, de nem fognak nagy gondot okozni már, hogy kikülönítek rájuk egy gyalogos egységet. Ott megint támadnak. Kicsit közelebb vonjuk a vezért, aztán megpróbáljuk visszaverni a támadást. Igen, az ágyuk tüze szerintem végzetes csapás lett itt. Még mindig lő a hajó, süllyesszük el. Nem szabad indokolatlanul támadni. Itt látjátok, megint mozog a szupli. Megnézzük, hogy most mit csinál, vagy hova megy. Mert ez gyaníthatóan bug. Nem kéne ennyire elmozognia. De lehet, hogy én tudom rosszul. Egyébként. Menjünk vissza oda. No. Hajót elsüllyesztettük. De igazából ezek ilyen partvédelmi ütegek voltak. Hogyha beletüsszentenék a videóba, akkor elnézést, de... Nézzétek meg, hogy hogyan megy magától el. Nem tudom, hogy miért, vagy mit akar. Lovasságot, itt meghagyjuk a templom toronynál, vagy mi ez, harangláb.
És ez a csata véget érhetne úgy is, hogy összezúzzuk az ellenséget, de véget érhet úgy is, hogy folyamatosan kitartunk az adott állásunkban, és akkor egy idő után ugye lejár az idő. Hát, majd, hogyha lesz tapasztalatom, hogy mi a jobb megoldás, akkor meg fogom majd úgyis osztani veletek. Ugye az ilyen magaslati pontoknak a szerepe az a, ugye a spot rendszernek a kihasználása, tehát hogyha ilyen magaslati helyeket birtokolunk a térképen, akkor értelemszerűen a legnagyobb részét láthatjuk, legalábbis az adott magaslati pont által körültekinthető területet belátjuk. Jó, hát ez szerintem ez a csata ez így nagyjából ennyi. Érdekes módon, hogyha a szuplit elmozgatjátok, akkor egy idő után nem mocorog. Aztán ott megáll egy helybe. Az egységnek a feltő, vagy hát a szintjét, hogy mennyivel rendelkezik, azt itt látjátok a szürke csíkban. Minden nyomon lehet követni az után, a töltést, mennyi töltek meg, mennyi a veszteség, a morál, a fedezék, a kondíció. Megint mozog, látjátok magától. Nem csináltam vele semmit. Erre rá kell majd jönnöm, hogy mi ez. Majd Mundája megmondja talán. Igen, az egy teljesen összeomlott egység. Ezek már ilyen felőrlő csaták, csatározások. Már ki is mozgathatjuk az egységeinket az erődből szerintem nyugodtan. Támadásba mehetünk át. És ott már jön is vissza az egység, amit mondtam. De szerencsére ugye a kilátónak köszönhetően látjuk, és oda juttatunk egy seregtestet, hogy felvegye vele a harcot. Na ez nagyjából így működik. Ugye itt már azért oda kell figyelni, hogyha kijöttünk az erődből, indokolatlanul nagy veszteségek árán lehet totális megsemmisítést elérni, bár ugye ez a háború volt az első. Az első totális háború, úgymond, ami gazdasági és mindenféle szinten folyt. Az ágyukat is kihozhatnám, a szupli megint vándorol. Látszik, hogy az egység meggondolta magát, és mégiscsak visszavonul inkább. Nagyon jó az, hogy külön puskákkal láthatjuk el az egységeinket. Így minden egység saját statisztikával rendelkezik. Látjátok, hogy bárhogyan húzhatjuk ezeket a nyilakat, oda úgy fognak menni az egységek, ahogy oda húztuk. A vezért most már kiebb hozhatjuk. Szerintem itt állítsuk le. Ugye külön futásparancs, ez dupla klik, vagy magán az irányító panelen lehet még élni vele. Azt az egységet is megtörtük. Két egység van már igazából, aki harcképes. Itt nyomunk egy oldalmenetes támadást. Ami teljesen meg fogja törni őket, így van. Hatalmas veszteségek. Vezért közel. Hogyha a kis zászlóskája eltűnik az egységnek, akkor az azt jelenti, hogy teljesen kilépett a harcból, tehát végleg menekül. Jó, itt majd ugye rohamozni nulla kondícióval abszolút nem érdemes, mert csak ráfizetünk. Valamikor a seregtestek önmaguktól, tehát a parancsnok személye is befolyásolja azt, hogy mennyire fegyelmezett az egység. Hajlamosak maguktól belemenni közelharcba. Ezt a lehető leggyorsabban parancsokkal kell szabályozni, mert ha nem figyelünk, akkor tényleg olyan veszteségek érik a csapatainkat, amik később majd a kampányban nagyon-nagyon hátrányunkra lesznek. Az ágyuk még mindig tüzelnek, de mondom, ki lehet őket mozdítani, szóval nincsen lefixált egység. Itt van egy 41-es kondíció, úgyhogy tudunk rohamozni.
Szerintem 400 emberre 180 simán. Látjátok, itt is megint maguktól rohamoztak, nem foglalkoztak semmivel, parancsokkal, meg ilyenek. Ez a harci láz, ez a harci szellem is bele játszik a játékba, szóval nincsenek biztos parancsok. Ha olyan vezért, vagy olyan tisztet nevezel ki az adott alakulat élére, aki hajlamos támadni, akkor támadni is fognak. Oké, ez is megvan. Nézzük meg még ezt a fajta nézetet. Ez is nagyon jó. Nem lehet forgatni a térképet, vagy legalábbis még nem jöttem rá, hogy lehet-e, de szerintem nem. És itt ez már a végjáték. Foglyokat is ejtettünk. Vagy nem? Nem. Sajnos nem, jók a foglyok. De ez teljes megsemmisítés. Na, jobban szeretem a másik nézetet. Valahogy jobb rálátásom van a dolgokra. A vezér is kilépett a csatából. A vezérre nagyon figyeljetek, ha elveszítették a vezért, akkor hatalmas... ráfordítás árán tudtok csak még egy hasonló szintű vezért felhúzni. Főleg kampány közben veszélyes ez. Ugye a vezér azért, hogyha a veszteséget szenvedtek is egy adott csatában, mert van ilyen, de lehet döntetlen is egy csata, akkor tényleg figyeljetek arra, hogy kicsit felgyorsítom. Figyeljetek oda arra, hogy és vége. Itt láthatjátok a kiértékelést, de figyeljetek oda arra, hogy a vezére nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek oda. Ezt már elmondtam többször. Itt egy összesített dolog, ugye, hogy mennyi ágyunk van, mennyi személyzettel, milyen egységeket vittünk be, hogy milyen emberanyagot vittünk be a csatában, melyik voltak az áldozatok, az eltűntek, azok a hadifoglyok. Aztán egységenként lebontva tényleg minden. Tisztek, előléptették-e őket, sérültek, hasonló. Meg fogom mutatni. Zsákmányolt áruk. Ugye itt láthatjátok, hogy 4162 szuplit zsákmányoltam, 97 Hunter puskát, 1056 ilyen farmereknek a puskáját. Mennyit őriztünk meg a saját felszerelésünkből, szóval ki van ezt találva ez a játék? Na, közben egy teljesítmény is leesett. Nagyszerű. Itt láthatjátok, hogy 178 hadifoglyot, 213 besorozható emberére váltottunk át. Ez érdekes, de mindegy. Na, és itt fogad minket a seregmenedzsment képernyő, ami annyit tesz, hogy láthatjátok, hogy mi vagyunk az első hadtest parancsnoka. Lehetőségünk van létrehozni a hadtesten belül hadosztályokat, azon belül pedig minden egységnek van egy ilyen kis panelje, ahol az egységnek a tapasztalata, a parancsnoka, a feltöltöttségi tényezője, a statisztikája és a fegyvere, valamint az adott költségek láthatóak. Itt ugye lehet a történelmét is megnézni az egységnek. Át is nevezhetjük az egységet, vagy fel is oszthatjuk az egységet. Na, ami a lényeg. Ugye ki kell neveznünk parancsnokot. Elég sok parancsnok közül válogathatunk. Ilyenkor érdemes egy kapitányt kiválasztani kisebb költséggel. Mit tudom én, most legyen Leonard. Oké. Ő elvileg már egy szintlépéssel indul. Logisztika, fizikai tréning, vagy fegyelmezettség. Én úgy gondolom, hogy egy ágyunál elengedhetetlenül fontos, hogy sok lőszere legyen. Oké. Itt persze feltölthetjük ágyúval is az egységet. Négy ágyúja van. Amennyit éppen veterán vagy újoncozás révén feltölthetjük, de az újoncozás nagyon leviszi a statisztikáinkat.
Láthatjátok, ott pirossá válik szinte minden. Aztán feltölthetjük ágyúval. Nagyon drágák az ágyúk. Van egy csomóféle ágyú. 12 fontos tarackok, 12 fontos Napóleon, aztán 10 fontos a Perot, az 24-es Howitzer, ezek a tarackok. Mindegyiknek külön statisztikája van, mennyi áll rendelkezésünkre, mennyit vásárolhatunk. Tehát a hadipar is fontos. Minél jobban kiépítjük majd a gazdasági iparunkat, annál több ágyú vagy fegyver fog megjelenni az arzenálunkban, amit a csapataink használhatnak. Ugyanígy a gyalogságnál puskákat adhatunk hozzá. Nagyon sokféle puska van. Mindig ott láthatjátok, hogy a boltban, esetleg a fegyvertárunkban mennyi van az adott fegyverből. Tehát ilyenkor, mondjuk ugye újoncozás révén teljesen fel akarjuk tölteni a sereget. Itt láthatjátok a költségét. Szerencsére van annyi fegyver a fegyvertárunkban, hogy simán fel tudjuk őket szerelni. De jelenleg azért újoncozással nem akarok olyan sok tapasztalati pontot veszíteni. Ezért inkább csak ennyit fogok. Még egy pár veteránt is hozzáadunk. Akik nagyon drágák, tehát itt ugyanúgy lehet eljárni. Mindennek költsége lesz, emberanyag, pénz, tényleg minden. Szóval ez egy kicsit sok. Nagyon fontos, hogy mit használtok fel egy adott csata előtt. Ugyanúgy elláthatnánk őket, de jelenleg a Springfield a legnagyobb sebzésű fegyver. Vannak nagyon jó, például a 41-es Mississippi, az egy nagyon jó kis fegyver, de nem sebez annyit. Jó, tehát itt hozzá lehet adni egységet például, mondjuk lovasságot szoktam, de hozzá lehet adni előcsatározókat. Ez azért nem olyan fontos számomra, mert előcsatározót le tudok választani az 1500 fős ezredből például. Én nagyjából lovasságot szoktam, egy olyan 400-450 embert az elején. Legyen 430. Akkor így lehet fejleszteni az adott hadosztályt erőben. Persze ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy akkor miért nem húzzuk fel, ha már van pénzünk teljes feltöltöttségűre az egységet. Akkor tegyük meg. Itt a felső sarokban itt a utánpótlást tudjátok növelni az adott csatában. Aztán majd mutatom a többit. Ugye itt tudnánk egy második hadosztályt létrehozni, jelenleg nincs annyi pénzünk. Nézzük meg a fegyvertárunkat. Itt láthatjuk, hogy a boltban, tehát hogy mennyit tudunk vásárolni az adott fegyverből, ugyanúgy a statisztikáit, mennyi az ára. Itt pedig a zsákmányolt fegyvereinket látjuk, amiket el tudunk adni. És hogyha eladjuk, akkor olyan pénzmagra tudunk szertenni, ami a később a hasznunkra válik. Ezáltal új egységeket tudunk majd felhúzni. Igen, és ugye elfelejtettem, hogy az ágyúinkat azért jó lenne növelni. Lehetőleg a legkevesebb. 80 nem fér bele, de 8 ágyúval fogunk neki vágni. Jelenleg ez a 6 fontos trábori ágyú. Itt pedig ugye a barakunkat láthatjuk, az elérhető parancsokokat, a sebesülteket. Ugye behívhatjuk őket a seregünkbe. Ezt idővel majd úgyis el kell dönteni, hogy kit fogunk tovább vinni. Aztán maga ez a úgymond karrier panel, ahol láthatjuk azt, hogy milyen statisztikával rendelkezünk, mit érhetünk el. Tehát, hogy egy hat testünk lehet, max 4 brigád lehet, hadosztályban is max 2 divíziónk lehet. A módosítóink, ugye a veteránok költsége az nekünk 17%-kal rosszabb, ugye ezt bizonyos karrierpontokkal tudjuk
növelni. Ugye van a politika, a gazdaság, az elsősegély, vagy hát a tábori kórházrendszer, a kiképzés, a seregszervezés, a logisztika és a felderítés. Na és akkor itt van a kampány térképünk, ahol ugye, mint mondtam, választhatunk a csaták közül. Ugye van a nagy csata, meg vannak a kiegészítő ütközetek. Értelemszerűen először érdemesebb a kiegészítő ütközetekre menni, hogy kisebb, hogy emberanyagot, pénzt és reputációt szerezzünk. Ugye itt láthatjátok, hogy az eredményektől függően mit kapunk az adott csatában. És ugye itt van maga a főcsata, ahol már az sokkal komolyabb dolgokért küzdünk, meg ugye ez viszi tovább. Tehát mindig a babérleveles küldetés viszi tovább magát a fő szállat, a kampányt. Ez a további, ez csak kiegészítő küldetés, de valóságos eseményt dolgoz fel. No, hát nagyjából ennyi lenne. Ami a lényeg, az az, hogy tudunk ugye történelmi csatában részt venni, ugye jelenleg csak ezek szerepelnek, ugye ez alfa verzió, tehát ez a sor fog bővülni idővel, és a teljes játékot is megkapjuk. És ugye van a tetszőleges csatában is kipróbálhatjuk magunkat. Nagyjából ennyi. A beállítások egyszerűek, felbontás, ablakos mód, egyszerűen Windows gombbal ki tudunk lépni a játékból, és a vertikális szinkronizációt tudjuk beállítani. No, hát ennyi lenne a Civil War, az Ultimate General. Ez egy nagyon-nagyon ígéretes projekt. Nem csak maga ez a játék ígéretes, mert még nincsen kész, hanem az elkövetkezendő időkben is meghagyja azt, amire mi vágyunk, a hardcore stratégiai játékoknak a létjogosultságát a piacon. Nem egy közönségbarát és úgymond ilyen nagy triplás cím ez, de nagyon van egy réteg a játékos ipar szegmensében, akik csak ilyen játékokra vágynak. Ugye ilyenek vagyunk mi is, és mi igazából szinte csak ilyenekkel akarunk játszani. Sokkal élvezhetőbbnek tűnik nekem ez a játék mondjuk most, mint a Total War Empire volt annak idején. Ez nem tudom, hogy miért van, de mi nagyon szeretjük a körökre osztott játékokat, például aztán ezt a régi hagyományos RTS-szerűséget. Igaz, hogy itt még nekem is meg kell állítani néha a csatákat, de nagyon ritkán teszem meg. Ugye ez mondjuk az én mentalitásomból adódik. Jó, amint újra kilépek majd a hadipari robotból, akkor ebből a játékból szerintem az összes csatát be fogom nektek mutatni. Remélhetőleg szép lassan, szóval ne várjatok minden nap videót, meg heti 4-5, de heti 1-2 csatát szerintem ebből a játékból fogok hozni. Hát ennyi lett volna, és akkor nem sokára jövök egy következő videóval. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!